Ma valaki olyat hívtam meg kávézni, ahol a helyzet tulajdonképpen éppenséggel fordított volt. Az invitálás nekem jött, Berki Krisztiántól. Rögtön az első kérdés adatik, miért? Számomra nagyon-nagyon fontos volt az, hogy egyrészt találkozhassak önnel, másrészt pedig kíváncsi váltett, hogy ha önnel beszélgetek, akkor esetlegesen meg tudok-e úgy nyílni, és tudok-e olyan belső dolgokról beszélni, ami esetlegesen rólam a bulváron keresztül nem jön át az embereknek. Két gondolat jutott eszembe, egyrészt taktikus, mert egy dicsérettel rögtön az elején lefegyverez, a másik meg természetesen megtisztelő vagy jól eső a dicséret, de ugye tényleg azt néztem, hogy hihetetlen sok bulvár felületen szerepelt az utóbbi időben. Akár a televíziót nézzük, akár a sajtót. Ott van a nőcsábász, ott van a botrányos életű vállalkozó, egy csomóféle kép, de végül is egy csomó nyilatkozat. Nem az a kép az, aki Berki Krisztián? Nem stimmel a kép? A teljes kép nem. Úgy gondolom, hogy amikor én a bulvárban vagy a médiában elkezdtem szerepelni, akkor a média kialakított egy képet rólam. De azt nem az ember irányítja egy kicsit? Először nem, mert az első időben nekem soha nem voltak konkrét nyilatkozataim, sem magánéletben, sem egyéb bulvárcikkekben. Csak nagyon régen szakmai részben volt, amikor még futballal foglalkoztam. A jelen időben egyetlen egy dologban tettem nyilatkozatokat, az pedig a magánéletem volt. Tehát azt tudatosan irányítva, amik megjelentek, azok valósak voltak. De összképileg nem. Tehát az a fajta kép, ami ma lejön az embereknek, azt szerintem nem én vagyok. Az nagyon kíváncsi lennék, hogy mit gondol arról, Krisztián, hogy az emberekben ma milyen kép él? Elsősorban negatív, visszataszító, visszatetsző, nem feltétlenül, nem is, hogy a legmegfelelőbb szót használom, botrányhős. Igazából ilyen vezérszavakat tudok én is mondani, amit olvasok magamról a médiában, ugye Playboy, Aranyi fiú, az Éjszaka császára, nőcsábász, nőfaló. De közben mondja ezt csillogó szemmel, nem olyan rossz jelzők, a kriplit mondanának meg, nem tudom, semmire se alkalmas, kretén, vagy nem tudom, szóval azért lenne ostoba, lenne ennél rosszabb. Igen, természetesen, de azért ugye ezzel folyamatosan találkozik az ember, és ez egy idő után azért sokkal több nehézséget okoz az életében, mint pozitívumot. Itt túl velem szemben egy szélesvállú, kigyúrt, pasi, tulajdonképpen egy macsó, nem? A nők általában azt mondják rám, igen. Mennyi meló van egyébként ebben a vállban? Heti 5-6 edzés, rengeteg munka és folyamatos odafigyelés. Kockahasa van? Folyamatos diéta, igen. Effektív? Tehát igen. Tudnék bele matek példát írni? Igen. És ez hiúsági kérdés? Bizonyítási vágy, valószínű. Kinek? Magamnak. Tehát amikor én elkezdtem a sporttal foglalkozni, előtte hivatásos sportoló voltam, mikor abba hagytam, akkor én elhíztam és 120 kilóra sikerült felhíznom. És akkor már azt mondhatjuk, hogy üzletemberként tevékenykedtem Magyarországon, valamint vezettem egy futballklubot. És azt mondtam magamnak, hogy azért, mert én itt vagyok fiatalon és már nem vagyok aktív, miért kötelező az embernek elhízva, pocakosan, adott esetben rossz közérzettel megjelenni egy tárgyaláson, és elkezdtem újra sportolni, és sajnos van bennem egy olyan hiba, hogy maximalista vagyok, és futással kezdtem, akkor kitűztem, hogy fél maraton, akkor elkezdtem kondizni, akkor kitűztem magamnak, hogy egy olyan testű férfi legyek, hogy bármikor, egyébként ezt a szakma úgy mondja, hogy olyan 16 hét alatt, hogyha nagyon odafigyelek, akkor akár fel tudjak állni a színpadra, tehát akár még versenyzői szintet is elérhessek. És elkezdtem ezzel foglalkozni, és ma már élvezem a fájdalmat, élvezem azt, hogy küzdeni kell, és élvezem azt, hogy az életem része lett. És jó, ez a külsőség, igen. Ahol a maximalizmusának megfelelvén újra előállította azt, igen, a testet, ami annó volt, és amit újra akart. Oké. Jön mellé, ugye a bulvárban megjelenő másik oldal, már mint a nőkkel kapcsolatos dolgok. Én direkt nem írtam össze a névsort, és illetve azt hiszem, ha nagyon akarnám, elő tudnám hívni a fejemből, de csak híres
ismert, csinos, szép színésznők, modellek, playmétek sorakoztak Krisztián oldalán, és így az volt a furcsa, tudja, nekem mindig gyanús, amikor valaki fél évente vagy akár két évente megtalálja az igazit. Szóval az ott olyan hiteltelenné válik. És ezek mindig így robbantak, ezek a mesék, és aztán mindig, mint a lufi pukkadt ki mindegyik. Miért? Ön is a médiában dolgozik, és megválaszolom egyébként nagyon, nagyon könnyen. Amikor én nagyon-nagyon sokat dolgozom, akkor, akkor alapvetően nem feltétlenül párkapcsolatra van szükségem, mert nem is, hogy párkapcsolatban tudok élni. Az én hitvallásom az, hogy egy férfi akkor sikeres, hogyha egyedül van. Én olyan szeretnék lenni, vagy talán azt szeretném, hogyha látnák rajtam az emberek, amilyenek ők is valójában. Tehát nem akarok szerepet játszani, egyszerű ember szeretnék maradni, olyan, akinek megadatott az, hogy egy kicsit följebb tud lépni ezen a bizonyos deszkán, és el tudom mondani azokat a sokszor habkönnyű, de időnként azért talán mélyebb gondolatokat is, amiket éppen ők szeretnének érezni, vagy ők éreztek akkor, amikor szerelmesek voltak. És szeretném egy kicsit ezzel a fajta ilyen az életre rácsodálkozást, az optimizmusomat, az, hogy milyen klassz dolog tulajdonképpen, amikor együtt vagyunk, és énekelünk, zenélünk, és hallgatjuk a régi dalokat, hogy mindenki érezze jól magát. De az a Csepi, aki ott van a színpadon, és így árad, és így ad, vagy csak ha áll, avval is ad, az, ha lejön a színpadról, úgy vélem, de cáfolj, egy zárkózottabb nővé válik, nem? Hát igen, mondjuk ez sokszor gondot is okoz, ugye sokan azt mondják, hogy hát miért nem megyek ki rögtön, amikor vége van a koncertnek, ugye jönnek, ott állnak, várnak rám, és akkor igazából nem is szívesen, de hát ugye csak ki kell menni autogramot adni, vagy fényképezkedni, meg minden, és mindig félek tőle, hogy úgy megszűnik a varázslat, hogy talán amit sikerült ugye a koncerten fölépíteni, azt nem azt kapják, amikor ott találkozunk, és kell nekem egy kis átállás. Hát azért csak kiadja az ember két órán keresztül magából azt a sok mindent, és akkor egy picit, mint egy ilyen jó smink, két órát bír, és akkor úgy összezuhan, és akkor megint egy picit föl kell éledni, várok egy negyed óra, 20 percet, és akkor megyek ki, amikor megint csak tudok valamit mondani, valamit. De a hétköznapokban zárkózottabb vagy, mint aminek a színpadon látlak? Igen, sokkal. Szokták mondani érdekes módon, hogy megváltozom. Tehát, hogy ugye a párom is azt szokta mondani, hogy mint hogyha más ember lennék itt, meg amikor itt koncertre készülök, vagy ott vagyok. Igen, én más, tényleg más vagyok. Az az én szórakozásom, az az én munkám, meg az az én terápiám, hogy úgy mondjam, ez a színpad. Otthon meg tényleg nehezen tudok igazából felszabadulni. Mondjuk tegnap is például vendégségben voltunk, és úgy örültem neki, hogy olyan sok jó beszédes barátnőm van, akiket olyan jó hallgatni, és ugye egy kicsit úgy el voltam azzal, hogy őket hallgatom, és nem kell a központban lenni. És hát te nem az vagy, aki rögtön a társaság központjává válik? Nem, egyáltalán nem. Például én nem is szeretek ilyen partikra járni, mert úgy érzem, hogy nem vagyok elég csinos az estély ruhába, nem tudok olyan jókat úgy oda mondani, vagy tudom én. Nem vagy ilyen poéngyáros? Hát nem. Mi az, hogy nem vagy elég csinos az estély ruhába, megvan még ez a régi parád? Mondtad, hogy volt a lábdilid. Jaj, és, hát. És akkor volt az, hogy azt mondta ugye annó mentorod, Erdős Péter, hogy most akkor pedig sortot húzol, és abban mész ki. Tehát, hogy a sok terápia, azért még most is megvannak ezek a testképzavarok? Vagy már megbarátkoztál a porhüvelyedben? Most már megbarátkoztam, most már engem különösebben nem érdekel. Tehát igazából, ugye amikor az ember kimegy a színpadra, nagyon, nagyon sokszor eszembe jut, a Jack Lemmonnak volt egy fantasztikus riportja, amit hallgattam egyszer egy tévéműsorban,
és azt mondta, hogy színésznek lenni az körülbelül ahhoz az érzéshez fogható, és szerintem ebben a popzene is, vagy a pop színpad is hasonló, hogy körülbelül olyan érzés, mint amikor az ember föláll egy emelvényre, anyaszült mesztelenül, és az emberek körbe-körbe járják, és mustrálgatják, és nézik, és véleményük van róla, és neki ott kell állni rezzenéstelenül, és tűrni a szemlélődő pillantásokat. Én egy nagyon békés valaki vagyok. Én teljes mértékben a gyerekeimet emeltem piedesztára, és az édesanyámat, őket imádom mindenek felett. Az ő jólétük nekem az elsődleges, a magamé majd utána jön. Most már próbálom kevésbé elhanyagolni magamat, de azért eddig jelentősen sikerült. Úgyhogy aki engem ismer, az tudja, hogy én odaadom bármimet. Tehát én úgy érzem, hogy én maximálisan jó barát vagyok, jó társ vagyok. Tehát én abszolút odaadó vagyok. Egy bizonyos pontig, ha azt látom, hogy kezdenek vele visszaélni, akkor viszont elég keményen megállt parancsolok, és sokszor ezzel hozom zavarba a másik felet, mert nem tudja, hogy akkor most milyen vagy te valójában. Azt hittem, hogy a végletekig adni fogsz, miközben egy ponton megállsz. Szóval lehet, hogy ezzel hozom őket zavarba, hát nem tudom. De erre rátanultál? Tehát az a kislány, aki azt mondta, hogy feltűnően bátortalan, az tulajdonképpen, ahogy a gesztusaid árulkodnak, vagy amilyen vehemenciával beszélni tudsz, vagy ahogy ügyet képviselni tudsz, mondhatnám azt, hogy már a feltűnően bátor lettél. Az élet ítélt erre? Igen, nem sok választást hagyott nekem az élet igazából, mert egyedül maradtam akkor egy kisgyerekkel, meg most egy kisgyerekkel, tehát választhattam, hogy most akkor összeomlok, és a gyerekeimet megnevelje, aki akarja, vagy pedig igenis a sarkamra állok, és azt mondom, hogy már pedig nem, a gyerekeim ugyanazt fogják kapni, amit bárki más, aki két szülővel nevelkedik, ebből nem engedek, tehát még inkább többet is kapnak, szóval ezt nem. És gyakran sütik rám azt a bélyeget, hogy én túl kemény vagyok. Hát üzenném, hogy nem. Túl kemény nem vagyok, határozott, igen, de máshogy nem lehet. Hát hogyan vegyem kézbe a saját sorsomat, ha nem vagyok elég határozott, máshogy nem lehet. Ha hagyom magam állandóan sodortatni és bárki által bántani, akkor mi történik? Lehet, hogy akkor nem sütik rám azt, hogy túl kemény vagyok, de akkor rám sütik azt, hogy... Hát vagy tudod, még egy mondatod jut eszembe, amiről beszélgettünk, hogy a valakitől, vagy valamitől függés, az ma már, az neked nem nagyon ment. Soha nem ment, de azt szerintem nem is egészséges. Mert te miről? Számomra egy párkapcsolat nem a függésről szól. Én nem azért vagyok egy férfival, mert nélküle életképtelen vagyok. Nélküle is életképes vagyok, de nem szeretnék egyedül élni. Ez a szép ebben. Én azt gondolom, hogy egy párkapcsolat csak akkor működik, ha két önálló életre képes egyén úgy dönt, hogy ők együtt akarnak élni. De önálló életre is képesek, csak azért élnek együtt, mert együtt akarnak élni. És az összeadódik. És akkor így találjuk meg a teljességünket egymásban, mert hogy ugye azért azt tudjuk, hogy mindig kiegészülni vágyunk egy kapcsolatban, de ez így normális, tehát nyilvánvalóan, ahogy szokták mondani, az ellentétek vonzák egymást, nem teljesen így van, de van benne igazság. Tehát nyilván én is azt keresem a másikban, ami bennem nincs meg, és ő vice versa. Tehát én most már úgy tekintek egy párkapcsolatra, hogy ez egyfajta nagyon egészséges terápia. Azért vagyunk együtt, hogy egymást fejlesszük, hogy segítsünk a másiknak abban, amiben ő gyengébb, vagy kevésbé tehetséges, és ez ettől lesz gyönyörű. Egy párkapcsolat egyébként piszok nehéz, tehát ez egy folyamatos munka, az nem csak egy kis tinglitangi, de jó, együtt vagyunk, szeretjük egymást, puszilkodunk hasonló, hanem egy kemény munka. Úgyhogy, de ettől olyan fantasztikus, meg ettől olyan jó, hogy az ember vágyik rá. Azért az érzelmi élet ugye az embernek különösen fiatal, csinos nőként úgy teljes, hogyha mondjuk a magas lesen úgy nézi a csillagokat, hogy mellette ott van még egy szempár, és együtt bambulják, és néznek egy hulló csillagot, és kívánnak valamit. Hát igen, ez így van. Csak az, hogy a férfiakkal kapcsolatos kapcsolatom, tehát hogy így, hát nem tudom. Néha egyrészt nekem, hát most ezt így bevallom, szerintem van egy ilyen enyha apa komplexusom, de nem direkt. Tehát, hogy így jobban vonzódom a kicsit érettebb gondolkodású férfiakhoz. Tehát engem mindig is jobban vonzott az, ha már valaki
ha még nem a beteljesítés elején van, hanem már beteljesült. Uh-huh. Tehát engem vonz az, ha egy férfi okos, ha nem is az, hogy nem a befolyásos szó, azt nagyon utáljuk, azt nem használjuk, hanem hogyha valakinek van ereje. Az a pasi még nem jött el? Hát én azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy eljött, csak nem veszem észre. Tehát, hogy nálam van egy ilyen is, hogy néha úgy mászkálok, ha férfiakról van szó a világban, minthogyha süketes vak lennék. És nem mindig veszem észre azt, hogy ki az, aki nekem való. Nálam elsősorban azt hiszem, hogy mivel hogy én annyira normális párkapcsolatra vágyom, és a normálisat nem úgy értem, hogy normális, mert valószínűleg abszolút abnormális lesz, ha egyszer lesz egy kapcsolatom, az összeg nem lesz egészen normális. Abban az értelemben, hogy minden olyasmi, amit mások esetleg normálisnak éreznek, azt lehet, hogy én nem annak gondolom. És valószínűleg egy ilyen, én inkább úgy mondom, egy nyugodt környezetre vágyom. Egy férjre, aki okos, aki otthon ül és olvas, és megosztja velem a gondolataimat. Miközben te röbdösöl, mint pillangó virágban. Mint pillangó, hát, így van. Tudom, a férfiak általában inkább kalitkában szeretik tudni az kalitkában. Ő kismat. Igen, de én pont ezért szeretnék egy olyan férfit, aki nem. Szerintem egy igazán erős férfi tudja csak elviselni azt, ha egy nő sikeres, ides, esetleg gazdag. Tehát ezeket csak olyan ember tudja kezelni, aki önmaga nem fél ettől, mert van ereje neki is. Ezt azon gondolkozom, hogy mit is faggatlak erről, hát még teljesen ráérsz. Ja, én abszolút úgy érzem, hogy ráérek egyébként. Tehát én nem érzem úgy, hogy hajtat a terv, bár egyébként ez nekem nagy félelmem. Ez nekem nagy félelmem, hogy egyszer majd olyan egyedül maradok. Én nekem ez tényleg így annyira bennem van, de nem azért, most meg vagyok rökönyödve, állj ennek, adjunk én időt. Én is, mert hogy ki szeretném fejteni, hogy ez miért van. Tehát ez nem azért van, mert én nem tudok egyedül lenni, hanem pont azért, mert annyira jól bírok egyedül lenni, annyira jól el vagyok egyedül, annyira jól olvasgatok, kutyázok, macskázok, lovazok, csinálom az életemet, van egy nővérem, aki már szinte párkapcsolatként értékelt, a barátaim, és valahogy néha úgy érzem, hogy talán nem is hiányzik. És hogy persze néha hiányzik, nyilván, de mégis azt érzem néha, hogy lehet, hogy ez így biztos, hogy rendjén való ez. Tehát, hogyha minél több ideig maradok most már így, annál nehezebb utána valakihez közel férkőzni, vagy valakivel összeszokni. Mert megszokod azt, hogy egyedül vagy. Attól szerintem, hogy ezt így belátod meg erre, így rálátsz, tehát van ez az önreflexió, ezért én nem féltelek, remélem. De minden esetre szurkolok neked. Most egy teljes kerek a mi családunk, a két lány, a menyecske ott vannak nagyon a toppon, tehát felvették a mi szokásainkat. Ahogy mi haladunk előre, ők is velünk együtt. Tehát jönnek velünk azon az úton, amit már mi kitapostunk, jönnek ők is. Tehát azon a hosszú, rögös úton. Ami nem volt egyszerű. Most csináltunk egy új dalt, és az a neve, hogy hosszú, rögös ez az út. Tehát ez a címe, és ez is van benne a szövegbe, amit én írtam, a szövegrészt. Hosszú, rögös ez az út, melyről nincsen visszaút. Fogd meg a két kezem erősen, soha el nem engedem. Tehát mi elindultunk Gusztival ketten ezen a rögös úton, és szép sima lett. Komolyan mondhatom, hogy olyan gyönyörűen megcsináltuk, szépen kiraktuk onnan a limeket, lomokat, és a gyerekek olyan simán szépen tudnak rajta menni. És még mit látsz ezen a sima úton előre? Mire vágysz? Hát nagy dolgokra én nem vágyom. Hogyha például te voltál nálunk, láthattad, hogy nem élünk mi olyan nagyon nagy pompába. Tehát mindig csak annyit akarok, amennyire szükségünk van. Tehát a pluszokat nem akarok. Na most én azt gondolom, hogy ami nekem van, az nekem így jó, én ezzel megelégszem. Arra törekszem, hogy a gyerekeimnek legyen több. És hogyha én ebben tudok nekik segíteni, akkor ameddig én bírom magam, meg ameddig van bennem akarat, meg ameddig akar engem a közönség, meg a Gusztit is, meg úgy egyáltalán az Bódi családot, addig én menni fogok és megyek, de csak is kizárólag azért, hogy az unokáimnak, meg a fiaimnak, menyeimnek többet tudjak adni, többet tudjak segíteni.
És mennél akkor is, ha Guszti nem lenne? A múltkor ezen elgondolkodtam, hogyha a Gusztinál, mikor volt ez a nagy probléma, és a Guszti elment volna, na most ez úgy hangzik, mintha én ezt most nem igazából mondom, de ezt ha hiszik, ha nem, ez így van. Nem biztos, hogy én azt túléltem volna, mert Gusztival én együtt vagyunk egy kerek egész. Én 15 éves koromtól vagyok Gusztival, és hogyha én elveszíteném a Gusztit, elveszíteném önmagamat. Nem lenne jogom tovább élni, hogyha ő nem. Hát hogyan? De most tényleg, hát most, hogyha... Most voltunk nemrég nyaralni, mert szoktunk néha menni, és olyan furcsa volt nekem, hogy a Guszti azt mondja, hogy folyamatosan, hogy szeret, meg olyan, hogy megpuszilta a kezem például. Ez furcsa volt nekem. És akkor elmentünk egy ilyen programra, hogy elefánt háton kellett menni. Na most azért is, hogy fotózzunk, meg hogy kamerázunk, valamelyik klipben majd bevágjuk. Még mindig ott is arra gondolunk, hát hogyha el tudjuk majd valahol használni. És akkor ül az elefánt hátán, és akkor azt mondja, hogy hát ő megkéri a kezem, elefánt háton. Azt mondja, akarsz-e lenni a felesége? Mondom, nem. Hát mondom, nem akarok, hát a feleséged vagyok, most mi? Azt mondja, ő ezt meggondolta magába, hogy majd egy elefánt háton, hogy minél messzebb legyen a gödörtől, hogy megkéri a kezem, hogy legyek a felesége az elkövetkezendő 60 évben. Hát mondom, tudod mit? Akkor legyen 30, és 30 év múlva kérjél meg újra. Legyen így, édes Margó. Hát köszönöm szépen. Gondolkodjunk együtt, legközelebb is így, egy kávé mellett. Az Egy Kávé Szilinórával együttműködő partnere a budapestisminkiskola.com.